Hát ugye senki nem gondolná, hogy egy ilyen népi alapú zene, mint a Kerekesbent, hogy mit keres az Argó 2-be, ami egy kőkemény rock and roll, hogyha zeneileg kell kifejezni. Attilától ez mégis azt mondom, egy nagyon jó választás. Ő felhívott körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy egy számunkat szeretné használni, a Csángó Bugit, mert nagyon, nagyon csípi. Aztán annyira jól működött az együttműködés, annyira egymásra találtunk, hogy végül 19 kerekes bandal szerepel a filmben, és ezzel a zenei résznek több mint a felét adja. Sőt, az egész 90 perces filmből 27 perc alatt szól a kerekesben zenéje, ami egy iszonyú nagy arány, és senki nem gondolná. Úgyhogy nekünk ez a legnagyobb öröm, hogy meglátták a zenébe azt, ami tényleg benne van, az a rock and roll, ami benne van ezekben a hangszerekben. Mi volt a koncepció, amikor így összeraktátok a dalokat? Hát a látványhoz kerestük meg a hangzást. Igazából ebből a szempontból én végigmentem az összes számunkon, és csukott szemmel felírkáltam, hogy erről a számról nekem milyen hangulat jut eszembe, és ezt elküldtem az Attilának, és úgy vettem észre, hogy nagyon sokat használt ebből az összeírásból. Például az egyik számhoz odaírtam, hogy naplemente, itt a legutolsó jelenetnél, mikor a japánok a rossz lemezbe rakják, és ott egészen egy másfél percen keresztül megy az a szám. Nagyon sokat dolgoztunk ezzel az utóbbi időben, tehát február óta folyamatosan csak ezzel a filmmel dolgozok, és most nagyon örülök, hogy végre bemutatták, és végre a 4 hónapos kisfiammal is tudok foglalkozni, mert remélem nem itta meg a kárát, hogy sokat foglalkoztam ezzel a filmmel, de azt mondom, hogy megérte. Beszéljünk a filmről. Az első részt láttad? Láttam. Szerintem egy 8 éve, tehát egy 2 évvel később, mint megjelent. Bennem nem hagyott mély nyomot. Én nekem, nem tudom, nem tartozott a kedvenc filmjeim közé. Én azt gondolom, hogy Oszter Sándor miatt néztem meg, mert ugye Rózsa Sándor, Betyárvilág és a Kerekesbend, ez elválaszthatatlan, és nem azt kaptam, amit Oszter Sándortól vártam. Ez viszont az Argó 2, ezt már ugye kilevetkőztem, ezt az előítéletemet, és ezt úgy nézem, mint egy film, és azt mondom, hogy ez 41-ére látva is, mert annyiszor legalább láttam, mint zenei szerkesztő, még mindig nagyon jól tudok rajta röhögni. Ami azért azt mondom, hogy 41-ére, az komoly, ennyiszer a indul a bakterházat szokta látni az ember. Ki a kedvenced? A kedvencem Hangyás Johnny. Ő tökéletesen adja azt, amit ahogy egy cigány embert ismerünk, ugye nyilván én inkább a cigány zenészeket ismerem, de nagyon tetszett, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt volt a saját esküvőm, úgyhogy tudom az milyen, amikor az ember az a saját esküvőjét szervezi, hogy egy téboly, és ezt ő ebben a stádiumban volt éppen, úgyhogy azt mondom, hogy ez egy tökéletes színész, tökéletes választás volt erre a szerepre. Kiknek ajánlod a filmet? Mindenkinek ajánlom, mindenki megtalálja benne, amit keres, vagy amit nem is keres. Jó, egyszeri szórakozásnak is jól, de mondom, én 40-szer láttam, tehát akár 100-szor visszanézni is nagyon jó. Nagyon jók a zenék, nyilván azért mondom, mert én vagyok a zenei szerkesztő, és úgy sikerült ez a film, hogy Attila és én összeraktuk zeneileg. És nagyon büszke vagyok rá, hogy Attilával együtt dolgozhattam. Életem egyik nagy élménye volt, hogy kapott egy képi világot a zenénk, mert tényleg az ember, mikor összeállít egy zenét, akkor van a fejébe egy kép, de ezt aztán soha nem kap képet a videóklippekbe esetleg, de így most kapott a Kerekesbend egy egész estés videóklippet. És ezt nem én mondtam, hanem Attila.